Köszöntjük a Pécs TV nézőit, önök Tónusok című kulturális magazinunkat látják, melyben ma szólunk a 15 éves pécsi íróprogramról, illetve ellátogatunk egy másik bolygóra, Billivel és DK-val, hogy kik ők, megtudják a műsorból. Tartsanak velünk! 15 éves lett a pécsi íróprogram, ami a 2010-es Európa kulturális fővárosa esztendő felvezető időszakában kezdett cseperedni, és most több mint egy évtizeddel később elmondható, hogy annak az időszaknak a leghosszabb programja volt. Pontosabban ma is az, hiszen tovább él és működik, sőt más településeknek is példát mutat. Hogy miképpen, erről is beszélgetünk a mai Tónusokban, de először irány a múlt és 2007, sőt még annál is korábban. A gyökerek azok valójában jóval régebbre nyúlnak vissza. A rendszerváltás előtt, sőt a rendszerváltást követő egy évtizedben is a német nyelvű országok, elsősorban Ausztria és az akkori NSZK, később Németország nagyon nagyvonalúan támogatta a kelet-európai országok íróit, költőit, és nagyon sok magyar szerző is vett részt hasonló jellegű programokban. Németországban, Ausztriában, máshol is, de ez a két ország volt a legjellemzőbb, és tényleg nagyon nagy számban voltak ott írók. Egyszer részt vettünk egy rendezvényen, egy bécsi író-olvasó találkozón, vagy egy ilyen kerekasztal beszélgetésen, ahol a különböző kelet-európai írók arról meséltek, hogy ez milyen nagy dolog volt az ő számukra. És hát akkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy mivel itt volt Pécsett egy szabad lakás, amit erre a célra lehetett volna használni, hogy miért is ne vágjunk ebbe bele, és mivel közelgett már az Európa kulturális fővárosa évad, azt gondoltuk, hogy erre rá lehetne ezt a dolgot illeszteni valami módon. Megkerestük az akkori polgármestert, aki ezt nagy örömmel befogadta, és hát 2007-ben jött az első író, egy romániai írónő. Tasnádi Péter volt az, aki ezt valóban támogatta, nagyon tetszett neki az ötlet. Ugye akkoriban azért voltak mindenféle problémák, vagy olyan dolgok az EKF körül, amikhez nagyon jól jött egy olyan dolog, ami működik, és igazából három éven keresztül, a három felvezető évben keresztül ez folyamatosan ment, meg volt a megfelelő sajtója, meg volt a megfelelő termék hozzá, egy antológia, egy olyan antológia, amiben megjelentek az eredeti írások is, meg a fordítások is, és ez egyfajta tükör lehetett a városnak arról az időszakról, amikor készült az LKF-re, úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy a város is akkor, és Tasnádi, meg valószínűleg a városvezetés örülhetett ennek. És magának a programnak ez volt a célja, hogy tükör legyen, vagy hogyan fogalmazná meg, hogy végül is mi volt az úti cél? Ez egy hozadéka inkább. A cél az volt, mi is azt szerettük volna, hogy azokat támogassuk, akik erre rászorulnak. Igaz ugyan, hogy a világ most már majdnem mindegyik kontinenséről érkezett szerző, de kezdetben nagyon sokan jöttek hozzánk is Kelet-Európából, Albániából, Fehér-Oroszországból, Ukrajnából, Montenegróból, Szerbiából, szóval azokból az országokból, ahol tényleg legalábbis akkoriban mindenképpen sokkal rosszabb körülmények között éltek az írók, és nagyon örültek annak a lehetőségnek, hogy itt tölthetnek egy hónapot, kapnak némi kis ösztöndíjat, teljes, hát ellátást nem, de a lakásuk biztosított, úgyhogy ez nekik nagyon nagy alkotói lehetőség volt. A város pedig azt profitálta belőle, hogy ez a tükör, amit említettem az előbb, tehát írtak egy naplót az itt tartózkodásuk kapcsán, illetve bármi olyan művet hozhattak létre, ami valamilyen módon Pécshez kötődik. Volt például olyan szerző, aki kiment a pécsi vásárba, ott megvett egy privát fényképalbumot, és ahhoz gyártott egy fikciós történetet. A híres pécsi vásár, amit még a Macskajaj című filmben is megemlítenek, ezt nem lehet kikerülni. Igen, ezt szeretem volna kérni, hogy tegyük egy picit személyesre, hiszen azért úgy is fogalmazhatunk, ahogy Karcsi fogalmaz az oldalán, hogy gyakorlatilag a kulturális fővárosi esztendőnek ez a leghosszabb programja, hiszen még ma is él és mozog. De hogy önnek a sok-sok vendég közül kihozott személyeset, hogy emlékszik vissza? Hát az egyik legkedvesebb vendégünk az egy cseh írónő, aki a
korábbi időszakban, még a szocializmusban a cseh ellenzékhez kötődött nagyon szorosan. Václav Havelnek volt a szoros munkatársa, aztán majd, amikor Havelből elnök lett, akkor személytitkára lett, és ő volt a hivatalos életrajzírója is. Hát ő, mint személyiség is egy rendkívül szimpatikus és nagyon baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, de a történetei is hallatlanul érdekesek voltak. Őt nagyon szerettük, és hát sok különleges ember is volt, például itt volt egy kínai írónő, aki a hazájában a nemzet írójának számít, ezért kapja a fizetését, és hát ő is nagyon sok érdekes történetet mesélt a kínai irodalmi életről is, meg a valóságról is, úgyhogy ő volt még egy másik ilyen nevezetes. De hát valójában az a közel 100 szerző, akit megfordult, mindegyik a maga nemében nagyon, nagyon egyéniség. A Pécsi Íróprogram másik fő mozgatórugója Méhes Károly író, költő, újságíró, a Zsolnai Örökségkezelő nemzetközi munkatársa. Enikővel közösen kezdték a munkát, más szóval a bábáskodást az Íróprogram fölött. Ugye én voltam az, aki ő egy kicsit nyomon tudott követni, hogy én voltam egy-két olyan bécsi, meg németországi ösztöndíjon, ami tényleg lehetőséget adott nekem arra, hogy ugye újságíróként dolgoztam, meg mindenféle családügyi mozgalomba vettem részt, ami nem mindig ad terepet arra, hogy 24 órába tudjon az ember az írásra koncentrálni, sőt inkább a este 10 utáni időszakok az alkalmasak erre, viszont egy-egy ilyen rezidencia során az ember föl kell reggel, akárhánykor, és onnantól kezdve ő íróként tud funkcionálni, és ez tényleg egyfajta minőségi ugrás, legalábbis ami az életminőséget jelenti, aztán, hogy ez irodalmi művekben is visszaköszön-e, az már egy más kérdés. De hát tényleg arra gondoltunk, hogy itt miután volt erre egy lehetőségünk, hogy Pécs belvárosában, ez a Felsővalom utcában van, vendégül tudunk látni szerzőket, hát akkor hadd jöjjenek, és én is arra jutottam, hogy a 15 éves évforduló kapcsán, hogy ez egy fontos dolog volt a pécsi irodalom életében is, meg talán egy kicsit, ha nem túl nagy képű, akár a magyar irodalom életében, hiszen számos olyan szerző jutott el Magyarországra, akiket félig meddig egy kicsit így mutattunk be, később lett magyarországi könyvük, tehát lehetett egy kicsit a pécsi és a magyar irodalom nemzetközi esítésében is tevékenykedni, nem csupán saját mulattatásunkra jöttek ezek az emberek. A 2010-es esztendőt, a kulturális fővárosi évet akkor érték kritikák, hogy a beruházások mellett egy kicsit elveszett a lényeg, ami a civil közreműködést illeti. Ugye ötletek voltak, csak nem valósultak meg, viszont éppen rólatok gondolom azt, hogy hála jó Istennek ez összejött. Mert akárhogy is nézem, azért ez szerintem civil kezdeményezésnek nyugodtan mondható, nem? Hát ez abszolút civil kezdeményezés, amennyiben mi civilek vagyunk, már pedig igen, hiszen ezt alapvetően mi ketten csináltuk végig, különösebb juttatás vagy bármiféle ilyen anyagi ellenszolgáltatás nélkül, és tényleg jó kedvünkbe és örömmel tettük. Úgyhogy, amit úgy sokszor szoktak tényleg az ilyen EKF projektek kapcsán mondani, hogy a fenntarthatóság, meg a továbbélés az miben mutatkozik meg. Nyilván az épületek kapcsán Pécset eléggé kimutatható, hogy van kodályközpont, van tudásközpont, de ilyen program szinten nem sok mindent lehet felsorolni, míg a Pécsi Íróprogram, még ha most egy kicsit már átalakult formájában is, de mai napig létezik. Kétségtelen voltak olyan évek, amikor talán a legnagyobb mélypont az volt, amikor mindössze 4 szerzőt tudtunk vendégül látni, mert egyszerűen nem volt rá több anyagi fedezetünk, de addigra például már olyan kapcsolatrendszerünk volt, meg ilyen szimpatizáns hálózatunk, hogy amikor ez úgy egy kicsit publikussá vált, hogy nehéz anyagi helyzetbe kerültünk, korábban itt járt szerzők küldtek támogatást, hogy abból egy-egy újabbat hívjuk meg, és azt hiszem, ez egy annyira szép gesztus, és annyira megható is volt annak idején, hogy már csak ezért is érdemes volt csinálni. Hát nem csak hogy szép, meg hogy megható gesztus, hanem olyan szempontból beszédes is, hogy ezek szerint ők itt jól érezték magukat, és úgy látták, hogy támogatásra érdemes a történet.
Igen, szerencsére azt vettük észre, tehát, hogy senki nem ment úgy el Pécsről, hogy hát ide aztán soha többet be nem teszem a lábamat. Egyrészt biztos, hogy volt egy csomó olyan, főleg a környező országokból érkező ember, aki azért tudta, hogy mi az, hogy Pécs, de a nagy részük, tehát úgy elő kellett vegyék a térképet, amikor ez úgy napi rendre került, hogy ők pécsi írói rezidensek lesznek, hogy sok esetben az, hogy hol van Magyarország, mondjuk egy amerikai, vagy egy kínai, vagy egy japán esetében, és még azon belül is, ugye, hogy nem Bukarest, hanem Budapest, de nem Budapest mégse, hanem Pécs. És akkor megérkeztek ide, valószínűleg jó, nyilván most már az internet korában azért könnyebb egy kicsit előzetesen tájékozódni, mint korábban, de mindenki el van tőle ájulva, hogy itt van egy ismeretlen kis vagy középméretű város, attól függ, hogy melyik országból vagy melyik nagyvárosból nézzük, és hogy itt minden van, tehát a ókeresztény sírkamráktól átívelve ugye 1800 évet Viktor Vasarely szülővárosa is egyben, és emellett a város építészetében, amit ugye nem nagyon tépáztak meg szerencsére az előző háborúk, minden építészeti korszak föllelhető, ugye de sokat emlegetett, általunk is szívesen tupírozott mediterrán feeling azért a szép hónapokban ugyancsak létezik. Tehát mint egy hely, ahol jól érezheted magad, Pécs erre nagyon alkalmas, se nem túl nagy, se nem túl kicsi. Azaz általában egy hónapos időtartam, amit itt töltenek, az már lehetővé teszi azt, hogy egyrészt alkotóként el tudjanak mélyedni valamibe, és ha alaposan meg akarják ismerni a várost, akkor ez már nem a turista hozzáállás, hogy akkor két nap alatt gyorsan daráljuk le ezt, meg azt, meg azt a múzeumot, meg esetleg szaladjunk föl a tévétoronyba, hanem komótosan, kényelmesen két írói penzum között el tud menni az őt érdeklő helyekre, meg tud ismerkedni emberekkel, föl tudja fedezni a nappaliban a slam poetry estet, el tud menni, akit az érdekel az állatkertbe, és oda visszatér volt, olyan osztrák írónt, aki annyira beleszeretett a pécsi állatkertbe, hogy a tartózkodása után fél évvel azt írta, hogy ő ezt nem bírja tovább, hogy már nagyon rég volt a pécsi állatkertbe, és most újra eljön, és megnézi a szurikátákat. Tehát a fene se gondolná, hogy egy komoly író ember, ugye pont egy szurikáta rajongóvá válik Pécset, de nagyon sok ilyen apró aspektusa volt ezeknek a kapcsolatoknak, és hát az a jó benne, hogy ők valamiféleképpen, mindig ezt szoktuk elsütni, de igaz, hogy ők egy ilyen pécsi kulturális követek lettek. Azáltal, hogy megismerték a várost, és itt voltak viszonylag hosszú ideig, és amennyiben az országon kívül bármilyen könyvvásár vagy irodalmi rendezvény van, és épp az adott helyszínen van volt írónk, és riadóztatjuk őket, hogy kéne jönni, felolvasni vagy beszélgetni, ezzel örömmel jönnek, és mindig tényleg nagyon készségesek, és örülnek, hogy újra találkoznak a pécsi csapattal. A pécsi íróprogramnak ezekben a napokban is van rezidense. Bolemant László a Felvidékről származik, de több mint 20 éve Magyarországon él. Eddig egy fordítás kötete és 4 verses kötete jelent meg, ebből 3-at saját fotóalkotásaival illusztrált. Egyszer járt már városunkban, igaz, éjszakai túrán a meccsekben, úgyhogy nem sokat látott belőle. Mostani itt léte során rendhagyó irodalomórát is tartott a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában. Nagy kíváncsisággal jöttem, és hát egyébként munkatervem is arról szólt, hogy Pécsen történelmi nyomokat keresek, jeleket, ami párhuzamot vonható a Selmecbányával és Pozsonnyal. Költőként vagy prózaíróként mit tervez? Mert ugye a verses kötetek birtokosa, az a szerzője azt mondta. Igen, hát ez inkább próza lesz, rövid jegyzetek, illetve ilyen reflexiók, és ennek a közös vonásnak a keresése, ami a három városban feltételezésem szerint jelen van, mivel hogy a visszanézve a történelmükre, ugye háromnyelvű, vagy többnyelvű, több kultúrájú városokról van szó, és a Selmecbányáról és Pozsonyról közvetlen tapasztalatom van. Pécsről viszont eddig nem volt, és hát remélem, hogy sikerült találni néhány olyan összekötő kapcsot, ami,
ami valóban a kettő vagy három várost így összefűzi. Bolemant László, Jánusz Pannonius, Vörös Sándor, Csorba Győző és Bertók László városába érkezett, néhány Pécshez szorosan kötődő költő a teljesség igénye nélkül. Vörös Sándor az nagy életöm, és született is már néhány vers az elmúlt években az ő életésére. Ezen kívül most, ahogy így jártam a városban, természetesen Jánusz Pannonius is szembe jött, úgymond, illetve Virág Benedek emléktábláját találtam meg, és ezzel kapcsolatban is leírtam néhány gondolatot a kis eszémbe, ami készülőben van. A Pécsi Íróprogram az elmúlt évtizedben csatlakozott a Magyar Író Rezidencia programhoz és a Rez Artis nemzetközi hálózathoz is. Hát úgy alakult, ugye főleg az anyagiak folytán a helyzet, hogy amikor a Petőfi Kulturális Ügynökségnek létrejött ez a Magyar Író Rezidencia programja, akkor minket megkerestek, sőt, hát egy kicsit talán büszkén mondhatjuk, hogy Pécs lett a minta projekt, és ami részben tapasztalatunknak és tevékenységünknek a mintájára jött létre most már több városban hasonló író rezidencia, úgy mint Debrecenben, Nyíregyházán, Vajszlón, itt ugye, hogy még egy baranyai helyszínt említsek, Vácrátóti Arborétumba, némi győzködésen folytán egykori iskolámban, van a halmi főapátságban. Tehát úgy kezd egy kicsit ez még szélesebb körben ismerté válni, és hát azt látjuk, mivel ez a szervezet is tagja ennek a Rez Artis nevű világ egyesületnek, vagy minek nevezzem, hogy hát van érdeklődés továbbra is külföldön, új-zélandi, pakisztáni, egyiptomi, tehát olyan mondjuk úgy egzotikusnak számító írók is érdeklődést mutatnak Magyarország iránt, és valamelyik magyar város iránt. Hát most kicsit félbe mondom, de legtöbben még így is Pécsre szeretnének jelentkezni, holott mondjuk a menükártyán Pécs nincs kiemelt helyzetben, tehát nem az, hogy első helyen is ez a legjobb, ide kell jönni, aztán utána a többi. Mindenkiről van egy szép leírás, meg fényképek, hogy hova lehet jelentkezni, de valahogy Pécset azt úgy mindig kiszúrják, hogy ez úgy tetszene nekik. Amit most látnak, nem hollywoodi produkció, hanem egy Pécset készült videóklip előzetese. Nem volt drága forgatás, nem volt méregdrága számítógépes animáció, hanem néhány fiatalember összefogott, dalt és történetet írt, jelmezt készített, és a zenéhez végül klipet forgatott. A srácok az általános iskolában kezdtek a zenével foglalkozni, ez folytatódott a középiskolában is, majd felnőttként folytatták az alkotó munkát. A fényfesztiválos Pécsről is született daluk. Életemben ennek a helye az maximálisan az én kikapcsolódásom, az én szórakozásom, tehát nincs az bennem, legalábbis igen, bennem, mert a társamban az most nem tudott itt lenni, de ő benne, jobban benne van, hogy akkor most én erre akarom föltenni az életemet, és akkor menni és zenélni. Én nagyon szeretem ezt a zenét, és próbálok ilyen jelleggel is bizonyos információkat, bizonyos gondolatokat átadni így a hallgatóságnak, de ez maximálisan nekem megmaradt az ilyen lelkes hobbi szintjén. Ha nincs is itt, mutasd be, kérlek őt is. Igen, hát ő a Vas Robi barátom, akinek a művész neve az Billy, én vagyok ugye a DK, tehát így jött a DKX Billy formáció. Amúgy elég friss a formáció, tehát egy pár évre tekinthetünk vissza. Ő már régóta zenélt, én is régóta zenéltem, és egy ilyen közös ismerősünk által keveredtünk mi így össze, és akkor volt ez a Nem fénylett így még a Város című dal, amiben behívtam őt, hogy akkor próbáljuk meg ezt a dalt elkészíteni.
És igazából azt vettük észre, hogy ővel egész jól tudok dolgozni, tehát úgy egy hullámhosszon pörgünk, és akkor így azt mondtuk, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg így együtt ezt a dolgot. Ebben a műsorban erről a két darról beszélgetünk, egyrészt az egy másik bolygóról, de kezdjük a Nem fénylett így a város. Ezt hogyan született? Tehát elmentetek fényfesztiválra és megihletett, vagy volt valami konkrét célotok azzal, hogy kicsit reklámozzátok a várost? Igazából ugye mind a ketten pécsiek vagyunk, és azért kötődünk is elég rendesen Pécshez, tehát nem is nagyon szeretném elhagyni Pécset, sem munka terén, se semmilyen téren, és tényleg így jött, hogy mivel hogy amúgy meg ugye műszaki beállítottságú vagyok, tehát maga ez a fényfesztivál is azért inkább a műszaki világba vitt el engem, látványterén, a megoldások, a technikai megoldások terén, és hát ez nagyon megtetszett, és akkor mondtam is a Robinak, hogy hát csináljunk ezzel, vagy kezdjünk ezzel valamit, mert egy nagyon jó kis videóklipet lehetne, tehát én úgy gondolom, mind zeneileg, mint látvány ellenben is nagyon, nagyon szépen összetudtuk azt a klipet hozni. És azt tegyük hozzá teljesen pozitív értelemben, hogy házi barkács. Tehát, hogy nem rendeltetek irgalmatlan stábot, vágókat, effektezőket, hanem ezt ti csináltátok A-tól Z-ig. Így van. Tehát igazából teljesen a saját magunk berkein belül építettük föl magát az elgondolást is, a megvalósítást is. Tehát Farkas Martin barátunk jött segíteni, ő a zenei producere ennek a Nem fénylett így még a városnak. És igazából a videóklipet is az ő segítségével forgattuk le. Tehát tulajdonképpen egy ilyen baráti, mondjuk úgy, hogy teljesen önköltséges projekt volt. A projekt, amit részben a Zsolnai Kulturális Negyedben, részben a belvárosban forgattak, itt a Föld nevű bolygón. Most viszont egy másik planétára indultak. Mennyi mindent felednék, feladnék, új világot keresnék, szaladnék. Csak gyújtanám a rakétát, hogy keresek egy élhető planétát. A mai normától mentes, az igazi rendeset, hol az is megeshet, hogy amit keresek, abból vegan el lesz. Nem lesznek... Meglévő problémát dolgozunk mi ebbe a dalba föl, csak nem egy szokványos módon, tehát az én legjobb tudomásom szerint itthon senki nem készített még ilyen skifis jellegű témát. Főleg ebbe, amiben mi is így el akartuk ezt mondani. Ugye hát arról szól, hogy hát tudjuk azt, hogy mi van a világban azért. A képi világban megjelennek olyanok, hogy a háborúk, hogy az állatkínzás, tehát nagyon sok olyan jelenet van a klipben, amit mi nem mondunk el, de a klip az mesél. És akkor ez mellé még jöhet ugye a most vagyunk túl, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak ugye a Covid történeten. Tehát nagyon sok olyan dolog rakódott ránk, érzelmileg, ami után azt mondtuk, hogy az egyetlen megoldás az az, hogyha mi beülünk egy űrhajóba, és akkor elhagyjuk ezt a bolygót. Nyilván nem egy valós megoldást találtunk mi erre a problémára, de talán egy 3-4 perc elejéig egy kicsit ki tudtunk szakadni ebből a dologból, és igazából ugye a klip is erről szól, hogy hát megtaláltuk mi ezt a bolygót, és ott boldogan élünk majd. Ezt a 3-4 percet jó, hogy mondtad, mert a nézőnek annyi, de nekem meséltél sokat arról, hogy ez nektek nem csak hogy 3-4 hónap, hanem jóval több munka volt, és hogy nagyon sok helyről állt össze a digitális világon túl, kezdve a kőbányától egészen a Tetje Forrásháznak a gépházáig. Mesélj erről, kérlek. Így van. Hát igen, tehát nem csak 4 percről beszélünk, hanem tényleg szerintem egy olyan 9-10 hónap mindenképpen annyi munkánk azért benne van. Ugye el kellett készíteni a mögöttem lévő jelmezt is, amit szintén én készítettem, és azért az se volt egy egyszerű dolog felkutatni az alapanyagot. Ugye a ruhát azt úgy vartam meg, az egy ilyen speciális ilyen kevlár hatású műbőrből van, ami ráadásul nagyon nagy szerencsém volt, mert pontosan annyi volt Magyarországon a raktárkészlet, amennyi nekem kellett, és már nem is hoztak volna be belőle többet, úgyhogy az is egy ilyen szerencse volt. És akkor ez mellett meg az, hogy ugye a Tetje Forrásháznál ZRT-nél én vagyok, mint műszerész, és nagyon aranyosak voltak, és hát megkérdeztem tőlük, hogy az egyik gépházba forgathatnánk-e, mert annyira olyan a berendezés, mint hogyha mondjuk az űrhajónak a gépháza lenne, és szerencsére teljesen pozitívan álltak a dologhoz, úgyhogy akkor azt is ott a helyszínen le tudtuk forgatni. Voltunk Pesten is forgatni egy helyszínen, ami meg inkább egy picit a Star Wars világába viszel minket, de próbáltuk, tehát azért arra próbáltam figyelni, hogy a Star Wars nagyon ne jelenjen meg ebbe a klipbe most kivételesen,
És azért próbáltuk úgy beállítani is a fényekkel, meg a jelenetekkel is, hogy ne nagyon lehessen észrevenni, hogy ez egy Csillagok háborújából ismeretes űrhajónak a folyosója, de nagyon szépen meg lehetett azt is csinálni. Ez mellett meg ugye a páromnak köszönhetően az ő kis házikójába felállítottuk a saját készítésű zöld hátterünket, és akkor tulajdonképpen az összes zöld hátteres jelenetet azt ott forgattuk le. Amiről azt olvasom más filmeknél, nagy hollywoodi filmeknél, hogy a CGI az drága. Akkor ti ezt hogyan oldottátok meg, ha már greenboxoztatok? Így van. Szerencsére van egy ismerősöm, Csanádi Zoltán, aki nagyon sokat segített nekünk ebbe a CGI-ba. Tehát az űrhajót például ő tervezte meg, ő animálta le nekünk. És tényleg, hogyha ő ezeket nem csinálja meg, akkor valószínű, hogy a látvány sem olyan, amilyen végül is lett a végeredmény. Úgyhogy itt is igazából ez is önköltséges szórakozás volt, hogyha fogalmazhatok így, de nagyon sok segítséget kaptunk, és egy picit olyan is ez a dolog, hogy ugye maga az egész világ erről a nem törődömségről szól, legalábbis én ezt így élem meg, hogy csak akkor segítek, ha van benne érdekem, és hogyha kapásból tudok profitálni ebből a dologból, és szerencsére azért bebizonyosodott ennél a klipforgatásánál, hogy azért a barátokra lehet számítani, és ők önzetlenül ezt megtették, tehát ő miattuk egy kicsit, mondjuk úgy, hogy érvényét is vesztette egy pillanatra az a dolog, hogy innen el kell menni, mert hogyha mindenki úgy viselkedne, ahogy amúgy a projekt elkészültében viselkedtek velem, akkor ez a világ szerintem sokkal szebb lenne. Ott valahol távol, de kell, hogy legyen egy hely, hogy az ég a földet táncol. Fridrik Péter barátom, ő csinálta magát, tehát ő vette az egész produkciót a szárnyon alá, mint videózás, tehát ő volt az operatőr, német Radakund volt az, aki tulajdonképpen megvágta ezt a jelenetet, magát a videót, a jeleneteket, illetve azért ő is nagyon-nagyon sokat szarvas részét kivette ebből a projektből, mert olyan dolgokat is bevállalt, illetve ráhárult, amit mondjuk mások nem csináltak meg, tehát több volt neki a munkája, ugyanúgy egy picit belekóstolt a CGI-ba, és az jó volt be az egészben, hogy tulajdonképpen mindenki, mivel hogy új terepen volt, mindenki tanult és profitált ebből a dologból. Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látták. Köszönjük szépen figyelmüket. Jövő hétfőn ismét találkozunk. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.